Üdvözlöm a port.hu minden kedves olvasóját és hallgatóját. Én Péter Dávid vagyok, és a mai meghívott vendégünk pedig Lakatos Márk. Jó napot kívánok, szervusztok, kész csóka, nem tudom, mit kell még mondani ilyenkor. Hát ez egy fiatalos közönség, úgyhogy... Hello-ka. Hello, nagyon jó. Szia, uram. Nagyon jó. A legtöbben ugye úgy ismerek téged, mint a stylist, tehát ugye legtöbbször ez van a... A meleg stylist, ugye? Így szoktak jellemezni. És hát igen, az egy legutóbbi interjúban talán ezt is mondtad, hogy te vagy az ország legnagyobb melege, vagy meleg ikonja, a Gulyás Mártonnak. Ez egy érdekesen félreértett mondat volt, tehát, hogy amiből aztán címet is csinált a Marci az interjúhoz, tehát ez a szövegkörnyezetében arról szólt ez a kijelentés, hogy milyen elvárásokat támaszt felém a meleg közösség melegként, hogy nekem mit és hogyan kéne csinálni, és mit és hogyan kellene részt vennem bizonyos dolgokba. És igazából ez az én saját magamról mondott mondatom, ez arról szólt, hogy kvázi a legtöbbet emlegetett, tehát nem rangsoroltam magamat a magyarországi melegek között, mint a stíluspápa, ahogy Király Tamás beszélt magáról, vagy az énekes királya, hogy Jimmy tartotta magát, tehát én nem azt akartam ezzel kifejezni, hogy én tartom magamat az első számú melegnek Magyarországon, hanem hogy a legtöbbet emlegetett, vagy nem tudom, a legtöbbet hivatkozott, vagy a legtöbbször melegként apostrofált ember, az talán lehet, hogy én vagyok. És akkor ez a kijelentés amúgy, illetve hogy akkor ez a fajta megítélés, ez nyomásként nehezedik rád? Rám nem, néha fárasztom már, hogy miért ez a legfontosabb címke valakiről, de egyébként nem, tehát én abszolút elfogadom azt, hogy én meleg vagyok, és hogy ezt az emberek tudják rólam. Az, hogy ezt ilyen odüsszeuszi jelzőként kell használni valakire, szerintem ez egy fura dolog, hiszen azt sem mondjuk, hogy a heteroszexuális valaki. Igen. Tehát az nem egy címke, tehát ebből is látszik, hogy itt a melegség kérdése, a szexuális másság kérdése, az hogyan van ebben a társadalomban kezelve. Ugyanis ennek nem kéne, hogy bármilyen szinten izgalmas legyen. Még akkor sem, hogyha valaki egyébként egy excentrikus, magamutogató, nem tudom én milyen meleg, mint ahogy engem szoktak hívni. Tehát, mert ugyanúgy excentrikus, magamutogató heteró is van, és ahhoz mégsem teszik hozzá, hogy a saját magát excentrikusan mutogató heteroszexuális férfi, aki mondjuk avval házal, hogy ő hány nőt dugott meg, és ő mekkora nagy fajtkakas a baromfi udvarban. Ettől függetlenül, ha valaki ezt csinálja, ez a patriarchális társadalomban mégsem kap egy number one heteroszexuális férfi. Maximum azt mondják, hogy az alfa hím, ugye? Ami egy ilyen nagyon, nagyon pozitív jelzőként zeng bizonyos körökben. Hát igen, jó, azt valóban nem teszik hozzá, amikor címkézik az ilyen, nem tudom, heteroszexuális férfi ideálokat, hogy a hetero Sean Connery, de hogy az azért tényleg ott van, hogy a nagy nő csábász, vagy bármilyen ehhez hasonló. Oké, de hogy rólam sem azt mondják, hogy a nagy férfi faló Lakatos Márk, hanem effektíve szexuális orientáltságot ragasztanak az ember mögé. Ez a társadalmi megítélésben azért nem szépen megmutatkozik. Hogy itt maga a homoszexualitás a probléma, ráadásul, hogyha ezt valaki úgy éli meg, hogy ebben excentrikus, és a karakteréből, a személyiségéből adódóan mondjuk saját magát, meg az életét is exponálja, akkor rögtön egyébként ezt a melegséggel azonosítják, és ez azért nagyon gáz szerintem, mert ez egyébként a melegkörökből is sokszor úgy jön visszafelé, hogy miért te vagy a kiemelt meleg, hiszen a melegek nagy része nem is olyan, mint én. Hála Istennek, nem is szeretném, hogy mindenki olyan legyen, mint én. Az sem, hogy a melegek, az sem, hogy a heterók. Én Lakatos Márk vagyok, aki a saját szabályai szerint szeret élni, meg a saját meggyőződése, esztétikai, nem tudom én, ingája, és mindenféle más szerint szeret élni, és egyáltalán nem szeretném, hogy bármilyen csoportnak én legyek a címkéje. Ezt abszolút meg tudom érteni. Nekem, ahogy nézem a tévés szerepléseidet, vagy az online megnyilvánulásokat, vagy az egyéb műsorokat, amikben benne vagy. Nekem
ez most a személyes véleményem, hogy nekem nem az jön le, hogy Lakatos Márk meleg stylist, hanem tehát Lakatos Márk az ismert média személyiség, vagy hát média szereplő. Jó, de valószínűleg neked ott mikrofonnal a kezedben a port.hu újságírójaként, azért nem az átlag médiafogyasztónak a rálátása, látása tükröződik abban, ahogy te mondjuk például leveszel emberek viselkedéséből jeleket, stb. Stb. Meghagyom ezt az igazságot neked, lehet, hogy ez így van, vagy nem, tehát hogy nekem nincs olyan szűrő a szememben, vagy nekem van olyan szűrő a szemem, ami másnak nincs, és tehát ezt mondhatjuk így, de hogy tehát hogy nem tudom, tehát hogy tehát nem azt látom a szereplésekkor, hogy most ez nagyon furán fog hangzani, de vállalom, tehát hogy bemész és adod a meleget, hanem hogy tehát hogy valószínűleg azért hívnak és azért szerepelsz, mert hogy a megnyilvánulásaid azok teljes mértékben kompatibilisek a tévékkel, az egyéb felületekkel és a nézők számára is. Nagyon sokféle helyen megfordultam az elmúlt 20 évben, nagyon sokféle, hogy is mondjam, contentben, tehát tévéműsorban, ilyen showban, olyan showban, ilyen felületen, olyan felületen. Ugye ez azt is jelenti, hogy nagyon sokfajta szintű és mélységű programban is szerepeltem. Biztos, hogy vállalhattam volna kevesebb félét, biztos, hogy építhettem volna magamról egy olyan imidzset, hogy én mondjuk egy ilyen és olyan és amolyan karakter vagyok. Én nagyon szeretek sokféle közegben megfordulni és megmozdulni. Nagyon izgatnak egyébként azok a helyek, ahol mondjuk, ahonnan én mondjuk kilógok, vagy ahol én nem vagyok egyébként teljesen egyértelműen tag. Egyébként a saját melegségemről is úgy gondolkodom, mint Woody Allen, hogy én nem lennék annak a klubnak a tagja, ahol engem elfogadnak tagnak. Attól eltekintve, hogy a melegjogi kérdésekben, például a homofób törvény kapcsán és egyéb más ügyben rögtön fölemeltem a hangomat, és kampányt szerveztem, és pólókampányt csináltam, és a többi. Tehát az nem azt jelenti, hogy én a jogsérelmek, vagy a nem tudom milyen hátrányos megkülönböztetés miatt én nem emelem föl a hangomat. De én egy ilyen kicsit kívülálló típusú ember vagyok, azt gondolom mindenhol. Viszont borzasztóan izgatnak azok a helyzetek, közegek, ahol tőlem nagyon távol álló világokat is megismerhetek. Ezért gyerekkoromtól kezdve így volt. Engem az apám mindig avval csesztetett, hogy nekem miért vannak, ő egy ilyen nagyon merev, a saját intellektuális képességeire és diplomáira nagyon büszke, rétegváltó, paraszti családból származó, intellektuál, nagy tudású ember lett, és neki volt ehhez egy ilyen státuszszimbólum mániája, fétise, hogy mit kell neki, meg a gyerekeinek megtennie ahhoz, hogy mi tényleg egy rendes polgári családdá váljunk a paraszti szüleihez képest, és én ebben soha nem voltam hajlandó betagozódni, és mindig kaptam a kritikát, hogy miért ezzel barátkozol, miért azzal barátkozol, de mit keresel ebben, mit keresel abban, miközben engem halálosan szórakoztatott az, hogy nagyon-nagyon más és tőlem idegen helyekkel, emberekkel megismerkedjen. Tehát visszatérve, nagyon sokféle média contentben vettem részt az elmúlt 20 évben, aminek nagyon sok része például abszolút akár a bárgyú hülye szórakoztatásról szólt, akár olyan helyzetekről és olyan contentekről, ahol mondjuk egyáltalán nem érdeklődött senki az iránt, hogy én mondjuk filmesztétikát végeztem Pécsen, vagy imádom a barokk zenét, vagy színházzal akartam foglalkozni, és csodálom a 17.-18. századi esztétikát, stb. Hanem abban foglalkoztak, hogy vicces vagyok, vagy jókat mondok, vagy feltűnően öltözködöm, vagy hangos vagyok, vagy stb. És egyébként nagyon sok embernek ezekből a műsorokból, ezekből a tartalmakból ez maradt meg rólam, és ezzel azonosít, ami egyébként megint csak nem baj, hiszen én elmentem oda, adtam azt a magamat, amilyen én vagyok, annak ez a szintje, ez a rétege mutatkozott meg, és hogyha ebből nagyon sok ember valamit leszűr rólam, avval sincsen gond. És akkor kicsit úgy veszem ki a szavaidból, hogy talán ezeket a régi címkéket, megbejegyzéseket talán szeretnéd egy kicsit lecsiszolni, vagy szűkíteni. Nem szeretném igazából, szerintem ebben semmi gond nincsen. Annak örülök, hogy adódnak és adódtak olyan helyzetek, amikor más oldalamat is megmutathatom, megcsillantatom. Tehát például, ha a stylist karrieremről gondolkodunk, ugye az én első nagy
ismertségem, ami alapján az ország is megismerte magát, a stylist foglalkozást, ez a Megasztárok szériája volt, ahogy tényleg, mint egy ilyen extrovertált, fura paradicsommadár, jöttem, mentem, szaladgáltam a képernyőn, és magyaráztam, és akkor így váltam én az ország meleg, excentrikus stylistjába, és utána, amikor mondjuk néhány évvel később megkaptam a Viasattól, és aztán a TV2-től azokat a lehetőségeket, ahol nehéz sorsú nőknek segíthettem a saját szépségüket megtalálni, teljesen mindegy, hogy milyen közegben, ugye 12-3 évvel ezelőtti műsorokról beszélünk, ugye erről is kaptam különféle kritikákat Gulyás Marcitól, hogy plasztikai sebészet és ez és az. Vállalom, tehát én nekem magamon is volt plasztikai sebészeti, vagy ilyen esztétikai beavatkozás, én ezt másképp ítélem meg valószínűleg, mint ő. De lényeg az, hogy ott, amikor elkeseredett, saját maguk alatt lévő, depressziós, saját magukat nagyon kevés értékelő nőkből tudtunk valami olyan értéket, boldogságot, bármit előcsalni a szépséggel, a szépség kultúrával, a saját maguk megbecsülésével kapcsolatban, amiben igenis nagyon sokaknak megváltozott az életük, akkor például egy csomó mindenki erről az oldalamról is, az empatikus, vagy a másokat segítő oldalamról megismerhetett. Tehát például ez egy nagyon érdekes lehetőség és helyzet volt, és ilyen sokszor adódott aztán a pályám során is, és néha pedig, illetve egy bizonyos idő után elkezdtem én magam keresni ezeket a lehetőségeket, és így egyre inkább a saját tartalomgyártás felé is elmentem, amiben például adott esetben olyan oldalamat is megmutathatom, amire lehet, hogy valamilyen szinten a médiának valamelyik rétege nem feltétlenül kíváncsi. Tehát akkor ez amit az utóbbi időben tapasztalnak a követők, illetve nézők, ez abszolút tudatos lépés, hogy például a sztáröltöző sorozat elindult, vagy pedig ugye a Konyhanyelv, ahol leginkább a Konyhanyelv az, ahol inkább tetten érhető ez a fajta más közegekben való keresgélés, amit az előbb itt említett. Igen, bár mondjuk a sztáröltöző is egy olyan interjú sorozat, ami megmarad az én stylist közegemben, stylist jelmeztervező közegemben, de közben azért nagyon izgalmas beszélgetésekről szól, aminek egyébként a vágatlan változatait ki is fogjuk tenni, mert természetesen ugye ezek szintén úgy, ahogy mondjuk akár a Partizán is, egy hosszabb beszélgetésnek a vágott verziói, de a Konyhanyelv az mindenképpen ilyen, és ettől függetlenül egyáltalán nem zavar az, hogyha mondjuk el kell menjek Pintér Tiborral az észbontokba ökörködni, mert egyébként miért ne tehetnénk meg, tudod? Tehát, hogy én azt gondolom, hogy jelen pillanatban a társadalmunk nagyon egy ilyen egyoldalas, egysugárutas, technokrata, egyirányúan megcímkézhető dologban gondolkodik, tehát mindenki egy valamit csináljon, és azt rá tudjuk a homlokára ütni, mint bélyeget, és kevéssé vagyunk érzékenyek arra, hogyha az embert sok dolog érdekli, és sok mindenben adott esetben még tehetséges is. Ugye ez mindig olyan furán veszünk, meg olyan furán nézünk arra, hogyha valaki sokféle dolgot csinál, mert az emberek általában félnek a kihívásoktól, a komfortzónából való kilépéstől és mindentől mástól, és ezért mindig olyan fura csodabogárnak tekintik azt, aki adott esetben bátrabban kísérletezik különféle területeken is. Hát igen, de itt ugye valószínűleg a nép hangja megszólal a fejembe, akkor az úgy szólna, hogy Lakatos Márk miért megy el az észbontókba ökörködni, ahogy te mondtad, amikor közben megcsinál egy tök high-end kinézetű és témában is egyedi, meg szereplőkben is olyan kvalitású műsort, ami tényleg le a kalappal. Mert miért ne? Egyébként az Észbontók című műsor szerintem az egy elképesztően vicces hack műsor, amiről nekem megvan a véleményem, hogy ott mennyire vannak beépítve szerintem azok, akiket mi butának tartunk, és akik az egész ország röhög, és ugye amiről sok kritika érte a csatornát, a Viasatot, hogy itt embereknek a tanulatlansága vagy a műveletlensége a céltábla, és ezen röhög egy ország. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon okosan szerkesztett és nagyon ügyesen kitalált paródia és komédia műsor, amiben azok, akiken röhögünk, azok legalább ugyanannyira be vannak szervezve, mint mi, akik megpróbálunk rajtuk röhögni.
tehát ez egy nagy kiépített kabaré, aminek én nagyon szívesen vagyok a részese, mert ordítva röhögök én is azon, hogy egyébként akár kreált, akár igazi emberi butaság a kreativitással és a humorral párosulva milyen fantasztikusan izgalmas perceket tud okozni. Egyébként erről szól maga a komédia, tehát maga a komikum is évezredek óta az emberi butaságon, az emberi gyarlóságon, az emberi helyzetek groteszségén nevetünk, tehát amikor Szájer József Eresz csatornás kalandján nevetünk, akkor persze biztos, hogy Szájer Józsefen is nevetünk, és ez az ő személy ellen lehet, hogy egy támadás a PC-nek a korában, de amúgy egy teljesen archetipikus, vígjátéki komikum helyzet az, amit ő ott produkált Brüsszelben is. Igenis, az emberek ezrei, százezrei, vagy az egész világ a hasát fogva röhög ezen, mert ezek olyan feszültséget felszabadító komikus helyzetek, amit mondjuk már adott esetben Plautus több ezer évvel ezelőtt is használhatott. Abszolút. Csak ugye, ahogy te azt mondtad, hogy miért ne szerepelnél a néző, vagy hát igen, a nézőfeje meg az van, hogy de miért? Tehát ugye ez az ellen. Hát azért, mert én azt gondolom, hogy én bennem nincsen egy olyan kényszer, hogy én nagyon kemény vonalas módon valami fajta imidzset építsek ki magamról, amihez nekem szilárdan, ha törik, ha szakad, tartanom kell magamat. Ez ugyanannyira, és egyébként valószínűleg ez egy bátorság, és ez egy vakmerőség, mert az emberek ebben hisznek. Tehát abban hisznek, hogy valaki találjon ki magának egy imidzset, és ahhoz ragaszkodjon a sajtósával, a kommunikációs szakértő és mindennel a köröm szakadtáig, és akkor abból lesznek ilyen egyvágányos, nem csak celebek, hírességek, akár tényleg olyan emberek, akiknek tényleg egy irányú a kommunikáció, de nekem szerteágazó és diffúz, tehát nem is tudnék másképp létezni, csak úgy, hogy adott esetben egymással ellentmondásosnak tűnő helyzetekben is saját magamat adom, mert ez vagyok én. Tehát, hogy itt akkor mindenképpen leszögezhetjük azt, hogy tehát az is te vagy, aki az egyik műsorban vagy, és aki az észmontókban szerepelsz, meg az is, aki hogy a konyha nyelvet vezetett. Hogyne. Tehát, hogy nyilván mind a kettő önazonos. Tehát igen, itt ezzel lehet az, amivel az ember nem tud mit kezdeni, hogy de hát, hogy az egyikben ilyen, a másikban. De ha valaki ebben nem tud mit kezdeni, akkor ne kezdjen. Tehát, hogy én azt is elfogadom, hogy az embereknek ezt néha nehéz benyelni, akkor ne nyeljék be, akkor mondják azt, hogy ez egy hülye, vagy mondják azt, hogy... Vagy lehet, hogy hozzájuk el se ér a konyha nyelv, hanem csak az észbontokban kapom a kommenteket, hogy fú, de vicces voltál, és fú, de... És lehet, hogy őket egyáltalán nem is érdekli az, hogy én a konyha nyelvben mondjuk Vahorn Andrással, vagy Réz Andrással, vagy Csákányi Eszterrel, sorolhatnám az összes vendégünket, bocsánat, nem tudom az összeset elsorolni, fantasztikus emberekkel, nagyon izgalmas és fontos témákról beszélgetek. Lehet, hogy ők azt nem néznék meg, lehet, hogy aki a konyha nyelvet megnézi, az valószínűleg egyébként mindig ott van a dolog, és ez inkább egy ilyen magasabb, elitistább kultúra felől jön, hogy de hogyha a Lakatos Márk ezt csinálja, akkor miért megy le oda? Szerintem ez nem fönt-lent kérdés, szerintem ez sokkal inkább egy ilyen gömbfelületen elhelyezkedő kérdés. És amúgy ezzel a... Tehát, hogy akkor azt itt talán nem tudom, hogy elhelyezhetjük egy ilyen content palettán, hogy az észbontók az ilyen nettó szórakoztatás. Nyilván megvan ugye a komikuma, és ha nagyon akarjuk, akkor valamiféle társadalmi üzenetet is hordozhat magával, de hogy azért az inkább a komikum és a paródia, illetve a humor jegyeit hordozza magával. Viszont... Amit én egyébként, bocsánat, hogy a szabad bájók imádok, tehát hogy én a divatban is, ami az én első szakmám, bár soha nem tanultam, nekem az öltözködésben és a divatban is, mint általában a kultúránk minden megnyilvánulásában nagyon-nagyon izgat az, hogy hogyan tudunk a lehető legsötétebb, vagy legtragikusabb, vagy legszomorúbb, vagy legfájóbb bármilyen dologról a humor nyelvén kommunikálni. Hogyan tudjuk tovább gurítani a pöttyös labdát, és akkor, amikor a legrosszabb helyzetben vagyunk, és én azt tapasztalom, hogy igenis, sokszor a humor, az irónia, néha a szarkazmus azok, amik igenis tovább lendítenek minket azon, hogy túlságosan belesüppedjünk valamivel. És a legjobb példa erre mondjuk az inkriminált homofób törvény, amikor meghoztak, akkor egyrészt elképesztő sokként ért engem, meg ugye nagyon-nagyon sok mindenkit, meg az egész világot is, és a 18-as karikás felnőtt tartalmas Rainbow is the New Rambo
póló ötletem pont azért jött ki egy fürdés kapcsán a fejemből, mert én azt gondolom, hogy ez ilyen igazából sértő, megalázó, rosszindulatú, gonosz, bújtatott tervekben is az ember a humorral és a paródiával és az iróniával tud valami olyat, vagy legalábbis én, most azt mondom, hogy inkább én, tud valami olyan megoldást találni, vagy valami olyan helyzetet teremteni, amiben egy kicsit el lehet emelkedni a nettó bornírt bunkóságtól, és egy kicsit valahogy a humor és a szellem segítségével például akár 1 millió forintot gyűjteni a háttértársaságnak. Igen, tehát pont amíg elkezdted mondani, akkor ez is eszembe volt, tehát hogy igen, az adult contentes pólók is ugye, abban is ugye, ahogy utána elkezdted mondani, hogy ugye a helyzet tragikumában hogyan lehet megtalálni a komikumot, és hogy azt, vagy úgy átfordítani, hogy azt a humor eszközeivel feldolgozhatóbbá tudja tenni. Szerintem mindent lehet. Tehát az a baj, hogy jelen pillanatban a kultúránknak egy jelentős része az valahogy elfelejtette az iróniát, öniróniát, a humort. Tehát, hogy humor kapcsán már csak a legállatias, bocsánat, ez a legrosszabb szó, az állatvédők most ilyenkor belém. Tehát a legalantasabb, inkább azt mondom, nem állat, és a legalantasabb ösztöneinkre appellálnak humor célja, vagy humor címszó alatt. És én azt tapasztalom, hogy, és lehet, hogy ez az internetkultúra része, vagy a chat szobáknak a része, amikor nem igazán látjuk a másik arcát, amikor beszélgetünk, hogy az ironikus idézőjeleket, és sokszor a fiatal társadalomnak egy része elfelejtette, nem tanulta meg ezeket a kódokat, nem értelmezi például. Én ezt konkrétan tapasztalom saját magam, vagy többször is tapasztaltam saját magam, hogy leírva, chatbe nem megy át a poén, az irónia, és utána meg el kell magyarázni, meg a viccnek a halála. Hiszen a mimosz, ugye, ami az arcunknak a játéka, az ad meg egy csomó olyan, megint csak kontextust több ezer évre visszamenőleg, amivel a saját mondani valónkat tudjuk egészen más irányba eltolni. És ez szerintem ez egy nagyon nagy probléma, hogyha ezt elfelejti az emberiség. Valószínűleg, és hát ugye a rosszul átadott irónia az igazából agresszív üzenetté vál. Pontosan, és ugye az meg megint csak egy nagyon toxikus dolog, ugye a nagyon erőltetett PC kultúrában, ráadásul rögtön egy csomó minden dologgal meg lehet bélyegezni mondatokat, mondani valókat, embereket, miközben lehet, hogy egyszerűen csak idézőjelbe kéne tenni, vagy iróniaként, vagy bármi másként kéne kezelni dolgokat. Ez most nem azt jelenti, hogy bűncselekményeket, nem tudom miket bagatelizálni szeretnénk, meg nem azt jelenti, hogy bántalmazó embereket fel akarunk, semmi erről nincs szó, de az, hogy igenis komoly, fontos, tragikus dolgokkal is lehet viccelődni, például a halállal, miért ne lehetne viccelődni. Tehát, hogy a legnagyobb tabuk, azok pont azért tabuk, mert az emberek általában úgy szabadították fel a pszichológiai igényei kapcsán a feszültséget magukba, hogy kiröhögték a halált, ugye? Az emberi kultúra erről szól. Kiröhögték az összes olyan dolgot, Istent, magát, ugye sokszor a blaszfémia és a blaszfémia poén az pont arról szól, hogy a lehető legdurvább dolgokból is viccet csinálunk, és ez az egyik legfontosabb iránya és csapásvonala az emberi kultúrának. Igen. Hát innen most nehéz lesz átkötni, de ugye még a 3-mal ezelőtti kérdésemet úgy fejeztem volna be, hogy igen, hogy de mindjárt meg lesz, hogy tehát igen, hogyha a halálon, ugye, meg a komoly dolgokon megtanulunk újra nevetni, vagy tudnánk rendesen nevetni, és igen, látnánk a ki nem rakott idézőjeleket az ironikus megnyilvánulásokhoz, akkor sokkal előbb lennénk, de hogy nem, teljesen rossz úton vagyok. Tehát igen, hogyha megtanulunk, tehát hogy tudnánk nevetni... Egy gyorsan hozok egy mentő ötletet neked, okay. Tehát ami miatt Shakespeare zseniális, igen. És a Shakespeare színház zseniális, az pont az, hogy nála bárhogy is címkézi föl a darabjai tragédiának, vígjátéknak, bárminek, ott a műfaji megjelölésen mellett mindig egy sokkal komplexebb világ van, tehát a tragédiák tele vannak komikus elemekkel, a vígjátékai olyan szívszorítóak és annyira tragikusak elég, hogyha a tévedések vígjátékára, vagy a Szent Iváni álomra, vagy bármire gondolsz, tehát olyan elképesztő emberi mélységek, tragédiák vannak, és pont azért lehet sírni és nevetni egyszerre a jó Shakespeare előadásokon, mert bármilyen műfaj címkével látja el, mindig az egész világ benne van, és ezt kéne megértenünk.
Te látsz az életutadban, vagy a szerepléseidben ilyen Shakespeare-i motivumokat? Nekem az egész erről szól, tehát hogy én igazából mindig egyrészt sok túlérzékenyen élem meg az életnek, az életemnek a történéseit, tehát nagyon sokszor teljesen igazából ok nélkül drámázom, tragédiázom, és díváskodom, és dráma queeneskedem, hogyha egy ilyen queer hasonlattal élnék, és aztán mindig a legjobbakat tudok röhögni a végén magamon, és egyébként saját magamat, a saját karakteremet, a saját öltözködésemet, az én saját típusomat, na, szerintem elég nagy öniróniával kezelem. És akkor a végcélod az a nagyot nevetés, a szórakoztatás, vagy pedig az, hogy valami kulturális értéket át tudja adni? Vagy igazából a kettő az kéz a kézben? Hát szerintem ezt nem lehet elválasztani egymástól. Tehát szórakoztatva kell a kultúrát. Hát legalábbis nekem ilyen a személyiségem, a karakterem. Tehát, hogy én nem tudnék másképp létezni. A konyhanyelvnek ebből a szempontból van ilyen célja, vagy missziója? A konyhanyelvnek azt gondolom, hogy a közege ilyen, hiszen nálam, az én szalonomban, az én konyhámban, az én ebédlőmben, étkezőmben történik, tehát az én előbb említett attitűdöm jellemző, és érdekes módon én mindig azt tapasztalom, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy azokat a tereket, amiket én megtervezek, és ugye ezt a lakást, ezt a szalont, ahol most ülünk, ezt is, és amit a nézők láthatnak a konyhanyelven, ezt is én találtam ki, én terveztem meg. Nagyon érdekes élményem az, hogy általában azokban a terekben, azokban a helyekben, amiket én megtervezek, tehát belső építészetileg, vagy labberendezési szempontból, azokban az emberek az első pillanattól kezdve nagyon otthon érzik magukat. Ez egy nagyon érdekes élményem, mert amennyire például én azt gondolom, hogy az öltözködésemmel nagyon sokszor tudatosan is irritálom az embereket, és az én személyes öltözködésem, vagy stílus munkám, az sokszor arról szól, hogy provokáljam az embereket, valamilyen érdekes jelenségként az általam tervezett terek viszont mindig nagyon beszippantják az odaérkezőket, és egyből otthon érzik magukat, és egyből nem akarnak elmenni, és egyből elképesztő energiák szoktak az emberekbe felszabadulni, és ezt ez alatt a konyhanyelv alatt is sokszor minden egyes helyzetben megtapasztaltam, de akkor is, amikor, mert itt ebben a szalomban működik az iskolám is, a Lakatos Márk Style Institute, az a fajta stylist tanfolyam, ami nem csak hivatalos vagy hivatásos stylistokat képes, hanem egyszerűen egy csomó olyan embernek a találkozó helye, aki a stíluson, a divaton keresztül szeretne saját magáról többet megtudni, és saját magát fejleszteni, és elképesztő nagy élmény szokott lenni a kvázi diákjainknak, hogy az én otthonomban van ez az egész dolog, és elképesztően sok hozzáadott értéket képvisel ez nekik, és így nekem is, mert mindenki azt kérdezte, amikor ezt elkezdtem, hogy de nem félek-e beengedni idegen embereket a lakásomba, és nem, mert hogy elképesztő módon tehát meghozza a gyümölcsét. És ugyanígy ezt a helyet szoktuk használni lakásétterem funkciónak, meg eseményekre, mert nekem gyerekkorom óta az egyik fontos vonalam az ételadás másoknak, ételfőzés, ételadás, vendégségkreálás. Tehát ez gyerekkorom meg kamaszkorom arról szólt, hogy a barátaimmal ilyen óriási bakkanáliákat rendeztünk, ilyen többnapos főzésekkel, nem tudom mivel. Tehát ez valahogy szerintem egy nagyon fontos kulturális és közege az emberiségnek. Na ez az a misszió, amit ebben a konyhanyelvben végig gondoltam, hogy én ezt, mivel gyerekkorom óta hozom és szeretem, és erre az emberek nagyon jól reagálnak, a vendégei mindig nagyon jól reagálnak, ezt egyrészt meg kéne mutatni több embernek, és ezt a közeget felhasználva rámutatni egy olyan jelenségre, ami szerintem rendkívül szomorú és problematikus Magyarországon jelen pillanatban, hogy nem tudunk egymással beszélgetni, vitatkozni, akár veszekedni sem tudunk. Tehát azt tudjuk, hogy állandóan riogatunk ellenségképpel mindenkit, az ellenséget sem tiszteljük, tehát az például egy nagyon problémás dolog. Tehát akkor, amikor a miniszterelnök hadvezérként apostrofálja saját magát, amivel még nem lenne baj, bár én meg kell, hogy mondjam, én egy békés Magyarországon szeretnék én is
kurvára nem szeretnék minden nap harcban állni mindenkivel. De oké, okay, tehát fogadjuk el, hogy mi Dobó Istvánnak a várában állandóan védjük az Egri várat, de ne felejtsük el, hogy Dobó István partnerként, tiszteletre méltó emberként kezelte az ellene felvonuló török sereg vezérét. Tehát most ilyen például az a probléma, hogy az ellenfeleinket, vagy nevezzük ellenségeinket, nem tiszteljük, nem adjuk meg a tiszteletet nekik. Tehát nem valami fajta nemes összecsapásról van szó, hanem a másiknak a megsemmisítéséről, lealázásáról, földbetiporásáról, a fejének a levágásáról és az azon való ugrálásról van szó jelen pillanatban Magyarországon. És én azt gondolom, hogy ez egy rendkívül rossz tendencia, és én azt szerettem volna ebben az egészen megmutatni, hogy nagyon különböző emberek, nagyon különféle álláspontokon, eltérő véleményekkel le tudnak ülni ehhez a barokkos terített asztalhoz, ami úgy néz ki, mint egy Peter Greenaway film díszlet, vagy egy barokk csendélet, és fontos dolgokról tudnak vitázni, egymás szemébe nézni, az érveiket egymással ütköztetni, és adott esetben össze is tudnak veszni, és adott esetben még azt is megengedem, hogy támadni is tudnak, és védekezni is tudnak, és még akár harcban is állhatnak ebb körül az asztal körül, de nemes harcban, nem pedig egy ilyen megszégyenítő, alantas harcban. És ez, ha van missziója ennek az adásnak, vagy ennek a kontentnek, akkor ez ez. És érzékeled, hogy a vendégek utána, ilyen, a beszélgetések után ilyen feloldozást nyernek picit, vagy igazából nem lesznek se többek, se kevesebbek? Én azt gondolom, hogy a nagy beszélgetések azok maguk, abban a beszélgetésben tartalmazzák a katarzist, tehát hogy még véletlenül sem szeretném azt, hogyha ennél az asztalnál kimondanánk a végén ilyen szentenciákat, hogy akkor mivel is kell ezt lezárni. Hogy nincs olyan vége, mint a szomszédokban. Nem szeretnék megoldást találni dolgokra, én itt ételeket tálalok föl, ugyanígy ötleteket és gondolatokat és elvrendszereket, érrendszereket tálalunk föl egymásnak, és aki szeretne, az eszik belőle, és az is lehet, hogy ha eszik belőle, akkor adott esetben az elindít benne valami folyamatot, tehát hogy hasmenése lesz attól az érvrendszertől, amit a másiktól kap, az ételtől reméljük nem, de hogy ez egy ilyen típusú dolog, és nem az van, hogy a végén akkor elmondjuk, hogy akkor ebből a menüből a desszert volt a legjobb, és innentől kezdve mindig tessék ilyen desszertet enni. Nem. Világos. Tehát itt sajnos ki kell mondanom, amit annyira nem szeretek, de hogy ugye ez az állandó toposz, ez a komfortzónából való kizökkenés, hogy itt ugye de ezt láthatjuk az adásokban, meg ugye valahol ez is a cél, hogy le tudjunk ülni, akár annak ellenére, hogy különböző emberek vagyunk, különböző a véleményünk, de hogy le tudjunk ülni egy asztalhoz, és kulturálisan meg tudjuk beszélni az adott dolgokat, problémákat, felvetéseinket és az érveket tudjuk ütköztetni, de hogy szerinted egészségesen állandóan a komfortzónából való kizökkenési pontokat keresni, vagy miért nem jó ebbe a kis szeretett buborékban lenni, amit jól ismerünk, és amivel biztosan nem bánt minket senki. Hát azért, mert szerintem ez nem létezik, amiről te beszélsz, tehát hogy vannak buborékok, de a buborékok azok inkább ilyen szorongás buborékok, amiben a legkevésbé szoronganak az emberek, vagy azt gondolják, hogy a legkevésbé szoronganak, de ez általában nem így van. Tehát ugye elég, hogyha megnézed a Facebook buborékjaidat, vagy a social media buborékjaidat, amit az algoritmusok nagyon szépen direkt úgy tálalnak alá, hogy azt higgyed, hogy abban te rendkívül komfortosan mozogsz, miközben lehet, hogy totálisan izolálnak a világ nagy részétől. És ugyanez vonatkozik ezekre a kis saját magunk által kreált buborékeinkre, ami egyáltalán nem biztos, hogy a szeretetről szól, a harmóniáról szól, vagy bármi másról szólna, hanem valami fajta legkisebb ellenállásról szól inkább, ami egyébként nem biztos, hogy jó, tehát lehet, hogy éppen pszichoszomatikusan a legnagyobb rákot kreálod magadnak akkor, amikor azt gondolod, hogy a saját kis buborékodban jól áll vagy, mint a befőtt. Tehát nem arról van szó, hogy itt lenne egy paradicsomi állapot, amiben vagyunk, és akkor abból valaki mindig megpróbál minket kilökni, és kitoszongatni azért, hogy a komfortzónából
Tehát azt gondolom, hogy a komfort az egyetlen nem biztos, hogy az nekünk tényleg jót jelent. Tehát lehet, hogy az elfolytás a komfort egy csomó minden helyzetben, egy csomó minden kérdésben, a problémáknak a szőnyeg alá seprése és a többi, amiről tényleg azt gondolom, hogy sokszor sokkal mérgezőbb, mint hogyha egy kicsit néha felborzolják az idegrendszerünket. Lehet, hogy ez a szorongás buborék, ahogy te fogalmaztál, az pont azért van, mert nem látunk mást a saját elképzelésénk kívül, és ezért bennünk ugyanazok a dolgok cirkulálódnak, és csak ugyanazt a mérget esszük folyamatosan. Igen. Vagy ugyanazok. Pontosan. Hát egyébként erre a legjobb példa az, és ezt nagyon jól fogja tudni minden olyan hallgató, aki már ilyet elkezdett, ugye a különféle önismereti terápiák, szeánszok, stb. Tehát amikor az ember érzi egy idő után, hogy valami nem stimmel az életébe, és elkezd saját maga felé elindulni, ahelyett, hogy mondjuk rohanna bele a világba ész nélkül, és csinálná az 1000 diplomáját, karrierjét, munkáját, mindent azért, hogy még véletlenül se kelljen saját maga felé fordulnia, és saját maga irányába elindulnia. Na most, ha valaki ezt megteszi, mert érzi, hogy valami mégsem smakkol, és kéne egy kicsit befele is bányászni, akkor ugye ez az első nagy tapasztalása mindenkinek, aki ilyenbe elkezd részt venni, hogy a legnagyobb szarok belülről jönnek elő. És ott például tipikusan megérezheti azt, hogy arra, amire ő azt gondolta, hogy egy egyensúlyi állapot, vagy egy állóvíz, amit nem kell felkavarni, vagy egy olyan helyzet, ami lehet, hogy nem túl jó, de mégis, és most idézőjeleket teszek a levegőbe, már ezt most nem látják az olvasóink, meg a hallgatóink, azt gondoljuk, hogy egy nyugalmi állapot, egy komfortos helyzet, lehet, hogy az, ami a legmélyén, a tudatalattiában és a pszichében a legnagyobb elfolytásokon ül, és a legnagyobb traumáinak a tetején egy ilyen vékony kis viasz rétegként összetartja az egész szétesni látszó dolgot. Tehát, hogy ha ebből a szempontból, vagy ebből a perspektívából nézzük, akkor igenis fontos az, hogy az ember keresse a TikTok szóval a challenge-eket, és igenis challenge-elje magát, mert tehát ahhoz nem kell nagyon sok egyetemi diploma, doktorátus és Nobel-díj, hogy azért ezt belássuk, hogy az élet maga, amit itt kialakítottunk emberiség címszó alatt néhány tízezer év alatt, azért ez nem a paradicsomi állapot. Tehát hogyha mi azt gondoljuk, hogy totálisan rendben vagyunk mindennel, akkor vagy valamiről egyáltalán nem veszünk tudomást, vagy nem, vagy elhallgatjuk, vagy elfolytjuk magunkba, vagy lehet, hogy mi vagyunk a Buddha, aki mindennek ellenére tényleg megtalálja azt a belső békét, és biztos ilyen is van, és azokat én nagyon nagy csodálattal nézem, és szeretném megismerni, akik ebben az egész őrületben, amiben élünk, mégis megtalálják azt az egyensúlyt, harmóniát, lehet, hogy pont azzal, hogy kirekesztenek egy csomó mindent a látókörükből, de azért alapvetően szerintem az emberiség nagy részének nem az a tapasztalása, hogy a dolgok rendben mennek, akár mikro, akár makro szinten. És rákapaszkodnék egy szóra, amit említettél, hogy te mivel challenge-eled magad, akár hétköznapokban, vagy hosszú távon? Hát én például azzal, hogy nagyon szeretek új dolgokat elkezdeni. Gyerekkorom óta nagyon szerteágazó az érdeklődésem, tehát valószínűleg ezért is csinálok sok mindent, tehát ez a média polihisztor jelzés leszek erről szól, hogy nagyon szeretek új dolgokat kitalálni, elkezdeni, felépíteni, megépíteni, összehozni, és aztán a monoton, rendszeres működtetéssel van nekem inkább nagy problémám, tehát az mindig kellenek olyan emberek, akik ebben segítenek. De hogy ez például egy folyamatos challenge, hogy egyszerűen új irányokat elsőnek lenni valamiben, ugye a múltkori interjúnak pont ez volt a címe. Tehát igen, és ezt nem tudom, hogy miért, biztos sok embernek ez nem fontos. Engem ez érdekel, és ez saját magam számára egy folyamatos új élmény keresése. Miközben egyébként nem vagyok nem tartom magam egy túl bátor embernek, tehát nem szeretem az extrém sportokat, és tériszonyos vagyok, és tehát biztos, hogy nem mennék el egy csomó ilyen sztort. Tehát nem rugdosom magam a fizikai halál felé mindenképpen azért, hogy kipróbáljak dolgokat, de közben az életem mégis valahogy arról szól, hogy állandóan olyan helyzetbe hozom magam, hogy új, váratlan események él, és az egész karrierem úgy van, hogyha hiszünk a Jung szinkronicitás elméletének, akkor igenis mindig fura és sorszerű véletlenek alapján lettem stylist, lettem tévés műsorvezető, lettem ez, lettem az, tehát
Tehát az biztos, hogy egy érdekes challenge azért ebben, hogy nem tervezem. De ez akkor mindenképpen a kulturális szintéren van ez a challenge. De ez a magánéletemben is így van. Tehát, hogy valahogy én nekem nem az az élményem, hogy tervezgettem, hogy mi lesz majd. Hanem állandóan tervezgetek, tehát ahogy kinyitom a szemem, és beülök a kád forró vízbe, és nézem a parlamentet, meg a folyó Dunát, az egy ilyen tudatmódosult állapot így reggelenként, amikor így jönnek be az ötletek és az intuíciók, és abból állandóan tervek születnek, amiből kevés valósul meg, és nagyon sok nem. Tehát állandóan egy tervezési fázisban vagyok, de nem olyan típusú tervezésben, hogy akkor tudatosan mit szeretnék elérni. Nekem például van egy olyan barátom, az elképesztő, az centiméterre, kilogramra, bőrszínre, foglalkozásra, tetoválás és piercing helyszínekre megtervezi a barátnőjét, a következőt. És az a durva, hogy most be is jött neki, tehát valami nagyon fura sztori. Tehát én erre képtelen lennék. Én nem, engem nem érdekel az, hogy... Tehát nem az, hogy nem érdekel, mert érdekel, mert amúgy szorongó típus vagyok a jövőmmel kapcsolatban, de viszont nem tudom elkezdeni lépésről lépésről megtervezni, hogy akkor én mit szeretnék elérni 5 év múlva. Viszont állandóan projekteken gondolkodom, abban égek, tehát, és azoknak egy részét, ami összejön, azt megvalósítom, mint ahogy például ezt a konyhanyelvet, vagy a sztárjöltözőt, vagy bármi mást. De ha értem, tehát hogyha például lenne egy ötletednek egy határideje, hogy ezt már pedig te most mondok, amit 2022 tavaszáig meg kell, hogy, tehát, hogy jó lenne, ha vagy nem meg kell csinálni, akkor az rád inkább rossz hatással lenne. Vagy inkább de nem is tudod így elképzelni, hanem hogy, tehát, hogy vagy... Ez nincs benne a valóságomban. Tehát igen, tehát ezek inkább... Nem is fantazmák, de hogy nem egy konkrét cél, amit át kell egy de még a konkrét cél sem. Tehát van, akinek az a konkrét célja, hogy 20 év múlva legyen egy családi házam kerttel, vagy az a konkrét célja, hogy jussak el a nem tudom én PhD fokozatig. Vagy nem. Tehát ezek konkrét célok is lehetnek, de én nem tudok ilyeneket kitűzni magam elé. Uh-huh. Hát ez érdekes. Egy korábbi interjúban mondtad, még amikor a kolbászművelyel kapcsolatban beszélgettünk, hogy az emberek inkább vesznek stílusos ételeket, mint hogy stílusos ruhákat hordjanak. És itt most azt azért hoztam fel, mert hogy szerinted ez a mondásod, hogy ezt megállja most a helyét, illetve mennyire ültethető át a kultúrával kapcsolatban, a magyarországi kultúrával kapcsolatban? Hát ugye ezt abban a példában tudnám illusztrálni, és akkor is erre gondoltam, hogy amennyire mondjuk a gasztronómia és az ehhez kapcsolódó turisztika az egy ilyen zászlós hajója a NER-nek, és egyébként a magyar kultúrának is ugye ez most egy elképesztő sikerágazata, tehát a csúcs és a mindenféle innovatív gasztronómia, és az emberek elképesztően fogékonyak rá, és a Konyha Főnök című műsor kapcsán edukálódott ugye egy generáció, és nem tudom mit csinál. Sokkal nagyobb pénz van benne, ha csak mondjuk számszerűsítjük, mint mondjuk a magyar divatban, ami egyébként szintén a NER-nek egy ilyen fura kis zászlós hajója, ami a turisztikai ügynökségből vált ki, de azért nem azt látjuk, hogy amennyire sikeres innovatív foodtruckok, foodtruck fesztiválok, és nem tudom mik, és éttermek, és boküzdór, és nem tudom mi bújnak ki a föld alól is, mint a gombák. Nem azt látjuk, hogy elképesztő mennyiségű magyar divattervező, magyar termékekkel, magyar vásárlókat nyűgöz le, hanem azt látjuk, hogyha mondjuk a magyar divatot nézzük, hogy szintén egy állami ügynökség, a Magyar Divat és Design ügynökség, amúgy a divatot és a dizájnt a bekebelezve, tehát gyakorlatilag egyszemélyi kommunikátoraként, ilyen-olyan-amolyan pénzeket, ezt-azt-amazt ad a magyar divattervezőknek, hogy fennmaradjanak. Azt, hogy miből, azt nem tudjuk, mert Magyarországon nem látjuk, hogy boltjaik lennének, bolt hálózataik lennének, hogy a magyarok igazából nagy mennyiségben vásárolnának magyar tervezői ruhát, miközben nagy mennyiségben vásárolnak külföldi tervezői ruhát, nagy márkákat sok pénzért, aki megteheti. Uh-huh. Tehát nem azt látjuk, hogy a magyar divat az kb. Annyira érdekelni az embereket, mint mondjuk a magyar gasztronómia. Azt, hogy a stílus érdekli őket, azt inkább látjuk, tehát azért egyre többen, egyre
izgalmasabb, vagy egyre jelentőségtelesebben foglalkoznak azzal, hogy mit vesznek föl, ennyiben mindenképpen változott a helyzet. De én azt gondolom, hogy ez is egy ilyen érdekes NER politika, tehát ugye a kajálásban, az öltözködésben, a dizájnban nehéz mondjuk olyat írni, mint mondjuk egy írónak, költőnek, drámaírónak, nehéz mondjuk egy olyat mondani, mint mondjuk egy punkzenekarnak, akit le lehet tiltani, vagy nem lehet játszani a rádióba. Tehát egy új cirkusz az elkölthet sok-sok 10 millió pénzt, forintot, hiszen a cirkusz is egy olyan műfaj, ami nem politikai műfaj, tehát ott a kultúrharcban ezeket a területeket nem véletlenül nyomatják annyira, mert ott nem kell félni attól, hogy olyan mondások és olyan manifestumok jönnek elő, ami mondjuk a rendszert nagyon bánthatja. És ez egy nagyon jó kommunikációs PR felület az államnak, hogy na tessék, mi a kultúrát nagyon támogatjuk, segítjük, pénzeljük, lehet óriási önpropagandát csinálni tervezőkkel, dizájnerekkel, cirkuszi artistákkal és mindenkivel, úgy, hogy nem kell félni attól, hogy valaki esetleg valami rosszat mond. Miközben ugye azt mondhatnám, hogy ez egy nagyon faramúci állapot, mert például pont a divat, az egy nagyon erősen kommunikáló dolog, és mióta feltalálták a t-shirtöt, kicsit visszanyúlnék az én saját póló kampányomhoz, mióta kialakult a t-shirt, gyakorlatilag az emberi test is egy kommunikációs felületté vált, és a divattervezők külföldön, nemzetközi szinten nagyon erős statementeket mondanak arról, hogy ők mit gondolnak a világról, klímakatasztrófáról, politikáról, egyenlőtlenségről, női szerepekről, akár pólókon, akár ruhadarabokon keresztül. Ezt valahogy én azt érzem, hogy a magyar tervezőkön nem annyira látjuk. Látunk finom üzeneteket, látunk egy-egy érdekes, karcosabb statementet, mint mondjuk Abodi Dóránál, aki mennyasszony vőlegény ruhát rak egybe, vagy látunk finom jelzéseket, de az, hogy valaki komolyabb társadalmi vagy politikai statementeket helyezzen el ruhákon, öltözékeken, azt kevéssé látjuk. Amit én nagyon sajnálok, mert azt gondolom, hogy a divat az a kortárs kultúrának az egyik legerősebb megnyilvánulási formája lehet, és ha mondjuk Vivian Westwoodra, vagy Alexander McQueenre, vagy Jean-Paul Gaultierre gondolok, vagy akár az újabb generációknak a kicsit karakteresebb tervezőire, akkor azt gondolom, hogy ez igenis például a magyar divatban hiányzik. Hát ez abszolút igazad lehet, már amennyire nyilván. Azért mondom, hogy lehet, mert én nekem nincs akkora rálátásom erre, mint neked nyilvánvalóan, mert rajtam is azért elég polgárhukaszló. Akit most megemlítenék egyébként, az mondjuk pont a legutolsó Fashion Week-en Kerényi Virág, aki egy nagyon izgalmas kvázi performance-t hajtott végre a kifutón, a fejekre rakott ilyen óriási üzenetekkel, de azért hozzáteszem, hogy az is inkább egy kicsit a PC üzenetek szintjén maradt meg. Ez egy érdekes helyzet, hogy gyakorlatilag tényleg azért a magyar tervezők egy-két kivételtől eltekintve, akik nagyon komoly tőketámogatást kaptak, vagy kormányközeli, vagy nem kormányközeli befektetői csoportoktól, azért a magyar tervezők rossz anyagi helyzetben vannak. Nem véletlen egyébként, hogy Magyarország felé nem annyira nyitnak, és nem annyira megy át a magyar fogyasztók felé a magyar divat, hiszen költséges, legalább olyan költséges, mint a magyar borászat, hiszen kis piacon, kis lehetőségek között nagyon drágán tud csak előállítani, tehát erre viszonylag kevés a felvevő piac, az is egy érdekes, hogy a magyar borok a hasonló minőségű külföldi borokhoz képest miért annyira túlárazottak, de egyébként ugye valahogy ez egy nagyon érdekes dolog, hogy nincs olyan magyar divattervező, aki itthon szeretne sikeres lenni, tehát az igazi nagy tehetségek azok mind külföld fele mennek, és a többieket pedig valahogy életben tartják magukat, valahogy életben tartja egyébként a divatügynökség az évente kétszer megrendezett divatbemutató, amit lehet, hogy a tervezők saját erőből nem tudnának megcsinálni. Viszont én azt érzem, hogy ezzel a fajta segítséggel, a mentoring programmal, az olasz Camera della Moda mentoring programjával, amiről sokféle dolgot hallottam, jót is, rosszat is, hogy ez mennyire segít vagy nem segít a tervezőknek, és miben segít igazából. Azért mégis azt gondolom, hogy ezekkel a segítségekkel, ami tök oké, hogy az állam segítséget nyújt a magyar divatnak, olyan fajta nyomás és mindenféle más nehezedik a tervezőkre, amit nem tudom, hogy at the end of the day igazából mennyire segítség, vagy mennyire nem segítség neki. Hát ugye, ahogy mondtad is, hogy a
hogy azért itt azért a sor végén mégiscsak a felhasználók vannak, tehát akik megveszik ezeket a termékeket, és szerintem valahol ott lehet a probléma, vagy nem is tudom, hogy ezek a tervező, ezeknek a tervezőknek a ruhái nem jutnak el olyan egyszerűen azokat, tehát a végső felhasználókhoz. Tehát, hogy ez inkább a divat a magas kultúra részét képezi, mármint lehet, tehát az a fajta divat, amiről most itt beszélgetünk, hogy nyilván nem a fast fashionről, mert az bárki számára könnyen elérhető. Szerintem, amíg oda nem sikerül betörni a magyar tervezőnek, addig nehéz. Tehát, hogy nekem ez a privát véleményem. Igen, de hát... Tehát, hogy például, ha arról beszélnénk, hogy magyarságtudat és magyar kultúra, tehát én azt hiszem, hogy ez egy nagyon érdekes feladat lenne elhitetni a magyar fogyasztóval azt, hogy az a fajta dizájn, az a fajta minőség, az a fajta dolog, amit a magyar tervezők képviselnek, az adott esetben ugyanannyira értékes, mint mondjuk egy Off-White, vagy egy Heron Preston, vagy egy, most direkt mondom, az ilyen high-beast márkákat, amit a mostani Z-generáció visel. Tehát, hogyha tínédzser korban, és nem csak a hooded stuff az, ami értéket képvisel, azért van Manuel, meg a nem tudom én, a Bruno and Spatz, meg a többiek fölrángatják magukra. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ott kéne valahogy edukálni az új fogyasztókat, hogy igenis, tehát legyünk büszkék arra, hogy ezek a tervezők, ezek a dizájnok, ezek a lookok, ezek itthon születnek, és legalább annyira életképesek, mint a nemzetköziek. Tehát, hogy addig, ameddig itthon nem hisszük el magunkról, hogy jók vagyunk, addig nehéz is lesz például magyar divatot igazából életben tartani. De például ott van, az most már nem tudom, hogy melyik csoportba tartozhat, amelyiket említették korábban, hogy maradnak fenn, de hogy ugye a Buda Fucking Pest az talán egy sikersztori, vagy ez mi teljesen rossz? Hát oké, de a Buda Fucking Pest az egy fast fashion dolog, tehát hogy ezért az nem egy igazából, tehát az nem egy tervezői divat, ami egyébként egy érdekes dolog, hogy egyáltalán van-e létjogosultsága a tervezői divatnak, tehát amikor azt látjuk, hogy a legnagyobb luxusmárkák ugyanazt a tornacipőt és kapucnis pulcsit készítik, mert hogy egyébként a piac, aki megveszi, az csak ezt ismeri, tehát amikor már igazából formatervezés, dizájnt, szabászatot és egyéb mást nem ismernek a felnövekvő fogyasztók, mert sneaker és hoodie kultúrában gondolkodnak, és az, amiben igazából márkákat vásárolnak, és régi nagy divatházak márkaidentitásukat vesztik el azért, hogy aztán a hip-hop kultúrának az identitását szívják magukba, hogy ezt el tudják adni. Nem, mint a Louis Vuitton, vagy a Gucci, vagy bármelyik más, tehát aki igazából ugye gondolván azt, hogy a mostani 10 évesek, 20 évesek fogják majd a következő évtizedekben vásárolni őket, lemondanak az összes olyan márka identitásra, ami az elmúlt 100 évben, 150 évben jellemezte őket, és gyakorlatilag kapucnispulcsin, pólón és tornacipőn mutatják be azt, amit ők el szeretnének adni, olyannyira, hogy gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy milyen ruhadarabra mit írsz ki, és ugye a Gucci és a Balenciaga egy pulóveren kerülhet kinyomtatásra, mert egy tőkés csoporthoz tartoznak, és gyakorlatilag akit semmi más nem érdekel, csak az, hogy milyen márkajelzés van a ruhán, az még jobban örül, mert nem csak a makkázt, hanem a tökkázt is magára veheti egy ruhadarabon. Az egy érdekes jövőképet rajzol a divatról magáról. És akkor ezt a fajta divatot ki diktálja? Tehát ezeket az a fiatal influencerek diktálják akkor ezt a divatot, ami összeköthető azzal, hogy ők milyen kultúrát képviselnek, vagy pedig ez honnan indul? Hát ez mindenképpen igen, tehát hogy mindenképpen azok a social media arcok, akik gyakorlatilag az utcának a divatját követték. Tehát ugye ez egy érdekes dolog, hogy régen a high fashion ment le az utcára, most az utca megy át a high fashionbe.
És az a fajta egyszerűsödés, ami egyébként a kultúránkat jellemzi, ugyanez jellemzi az öltözködés kultúráját is, tehát egyszerűsödnek a jelek, egyszerűsödnek a darabok, és mivel a luxusmárkáknak életben kell maradni, ezeken az egyszerűsített jeleken tudnak csak igazából piacot találni maguknak. És bár ugye, tehát nem te vagy a Balenciaga, de hogy te, mint a magad kulturális közegében, te hol látod ebben a szerepedet, tehát hogy te elemész ehhez a, tehát az utcai stílushoz, hogy értéket tudj képviselni, vagy pedig sodródsz az árral, és adod önmagad, ahogy. Hát én azt gondolom, mindig, én nekem alapvetően a játék, meg a különféle rétegek közötti átjárás, az az életformám. Tehát, hogy úgy, ahogy a magas kultúra és a popkultúra között is állandóan átjárok, és ugye ez az, amit a legnehezebben tudnak rólam, vagy tudnak bennem elfogadni, ugyanez vonatkozik az életem más területeire is. Én nem, igazából én nem gondolom, Hank is ellenér mondta, hogy a különféle társadalmi jelenségeket nem értékelni kell, hanem megismerni, és megtanulni, hogy mi az. Tehát, hogy lehet azt mondani, mint ahogy nagyon sok divat szakértő és nemzetközi divat újságíró siratja a divatot, és már jó néhány évvel ezelőtt írtak olyan cikkeket, hogy meghalt a divat, és egyébként az a divat, amit mondjuk a 20. században ismertünk, az tényleg meghalt rendszerében, formájában és mindenében, de az emberek attól függetlenül öltözködnek, és amit fölvesznek, az divat. Tehát, hogy lehet, hogy a fogalmainkat kell újraértelmezni, és a koordinátorrendszernek a határait kell átrajzolni, és utána abban megérteni, hogy akkor jelen pillanatban a divatnak mi a szerepe, és mi az útja, és mi a jövője esetleg. Rendben. Nem tudom, hogy kihagytunk-e bármit is. Szerintem nem. A lényeg, hogy nézze mindenki a konyhanyelvet nagyon-nagyon durván, mert nagyon izgalmas epizód. Ez mikor jelenik meg? Mármint igen. Most, igen. Ez a 10. héten. Tehát, hogy onnantól kezdve meg fönt lesz. Nagyon jó. Mindenki nézze a konyhanyelvet is, a sztárőtözött, és mindenki játszon sokat, és pofozgassa ki magát a komfortzónájából. Szerintem ez az, amit még végszóként elmondhatunk. Köszönjük szépen! Köszönöm!